Next Generation Hungary, egy új született sportegyesületet, amit az utánpótlással foglalkozik, motorsporttal, meg autosporttal, meg természetesen, hogy azt gondoljunk, hogy az egyesületen belül, hogy nem kötöttünk minket magunkat, hogy csak a motorsport, meg az autosport, hanem továbbra is keresünk ezeket a nagyon-nagyon fiatal tehetséget, amit lehetne átkarolni, felkarolni, és talán majd utána elvinni nemzetközi szinten különböző sportágot a bajnokságban, de természetesen mi nagyon tapasztalt vagyunk a motorsportban, és azzal fogunk kezdeni. A mai napon 10 versenyző vannak, a 10 versenyzőből nagyon valószínűleg 2 spanyol bajnokságot fognak részt venni a Moto3 és a Moto2 kategóriát idén 2011-ben. 2 kisgyerekek, amit nagyon boldog és nagyon büszke vagyok rá, hogy első alkalom az életemben is a magyar motorsport történelemben fognak írni ez a 2 fiatal srác. A 9 évesen fognak versenyezni Németországban az Adac Sachsennek a sorozatot 50 köbcenti motorjával. Van a 2 genesi testvéret, aki a magyar bajnokságot a Sport Production 125-ös két ütemű kategóriában fognak menni. És az utolsó new entry, amiért ez az új belepő, ez nem más, mint a Viki. A Viki egy nagyon fiatal lány, aki idén a magyar bajnokság óta 1000-es stock sport kategóriába fog versenyezni. És így kezdünk. Piciket vagyunk még, de nagyon fiatalok vagyunk még, és az a lényeg, hogy és az a fontos, hogy szeloztunk az, hogy nagyon rövid időn belül egyik a legfontosabb sportegyesületet legyen itt Magyarországon, a Next Generation Hungary.